Na jó reggel, Vietnám! Szevasztok gyerekek! Keeper jelentkezik a következő csodálatos... micsoda játék ez? Tudjátok, Seven Days to Die-jal. Figyeljetek, átrendeztem itt a sorrendet, hogy a kávé készüljön először, mivel akkor tudunk ugye nagyon gyorsan majd ásni. Egyébként egy csomó mindent beraktam, ugye grillezett húst, meg kukoricakenyeret, meg még akkor főtt kukoricát is. Hadd menjen, gyerekek! Szeretik a puják, meg még annyit csináltam, hogy átállítottam 90 percre egy 24 órás intervallumot, meg nem tudom mi az az épület, oda néz. Jó magas, meg egy olyan, mint egy gomba teteje, vagy valami másra is emlékeztet, de azt nem mondom meg, hogy mire. Na, gyerekek, ma nagyon veretési lesz, nagyon veretési. Micsoda, hol? De egyébként holnap megjön a zombi horda, úgyhogy ja. Nem lesz nagyon hosszú a videó, mivel ugye is az éjszakákat általában itten fog szoktam idejönni. Végig afkolni, úgyhogy abból ti nagyon nem érzékeltek semmit. Az nem örülök, baze. És ez milyen jó bírta, öcsém? Szerintem ez... Azt a betje, hallod? Pofán vertek minket, mint a szart. Kiproszítta a menő, aztán még semmi. Na várj, a bicikli. Gyorsan! Hoztam egy csomó... Ja igen, egyébként bekapcsolva hagytam a tüzet, hadd menjen! Van bőven ez egy cuccmilimuclink, úgyhogy nincsen gond. Ja, neki kellene állni dolgozni, gyerekek, komoly dolgokat kellene csinálni a keeperrel. Hú, gyerekek, milyen hamar ide érek, nagyon tetszik ez a hely. 4 óra van, már neki is fogunk állni. Egy kicsit újra kéne gondolni, nem tudom, hogy mit fogok csinálni egyébként. De azt nagyon fogom csinálni. Várjatok, ásó, kalap, meg nagy harang, meg minden körlene. Hú, gyerekek, lépcsőblokk, meg a tököm tudja, minden is kell. Úristen, várjatok. Nem tudom, hogy fog ez zajlani. Nem tudom, kávét mindenképpen kell inni. Remélem, hogy azért valamennyire itt maradtok velem. Hát, hogyha nem, akkor pörgessétek át azt a részt, vagy skippeljétek. De keepernek mindenképpen itt le kell ásnia. Meg kell csinálnunk a bejáratot, ezzel foglalatoskodnunk kell. Mit ad ez? Clay Soil-t? Azt ad, meg mit adott? Mi van még ott, bazze? Azt adja, ugye? Akkor az jó. Az jó, gyerekek, az nagyon jó. Az jó, mert arra szüksége lesz a keepernek. Figyeljetek, így le kellene ásnom, ilyen srégen, és akkor itt ezt, hogy le fogjuk lépcsőzni, tudod? És igazából 2 darab blokk magasság nekünk elég lesz majd alagútnak, szóval nem fogjuk túlzásba vinni, de van ám izém, fájlámpa, érdemes volt elmenni azért a cuccér, ami ott volt. Figyeljetek, ez nem eszi elég durván a staminámat, tök durva. Mármint így azt hittem, hogy ez jobban fogja zabálni. Hát lehet, hogy itt majd betámadnak zombik, akkor azért majd reddet kell tennünk. Egyelőre ilyen áskálás lesz, ezt megpróbálom vázolni a helyzetet, hogy mire gondol a keeper. Mesélek nektek sztorikat, meg ilyesmik, hogyha akartak, maradjatok velem. Ja. Ez egy előbb-utóbb majd ugye ki lesz ez majd rakva blokkal, de egyelőre nem az a prioritás, hanem az a prioritás, hogy jussunk be. Az a nagyon jó dolog, gyerekek, hogy az irány az adott. Az irány az adott. Meg szerintem egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 10 blokk mélység, vagy milyen blokk mélységig menjünk el. Tök jó, lesz egy csomó clay soil-om, lesz egy csomó kövem, lesz egy csomó Cobblestone-hoz való cucca, úgyhogy akkor majd tudjuk itt a dolgokat csinálni ez erre. Igen, ezt egész jól találja ki a keeper. Várja, egyébként a mapon okosban... Jó, ugye szomjas vagyok. A mapon okosban, hogyha nézed, ugye, akkor látod te a magasságodat elvileg, ugye? Hát az a régen volt olyan, hogy magasság. Öcsém, hát mi az? Nincsen magasságom. Nos, komolyan csak nincs magasság, régebben volt izé. Volt olyan, hogy magasságod. Ez hol van? Nehogy megőrítsen. Az én nem látok most magasság. Nem látok Z értéket. Hát aznak nem örülök. Mert mondom, akkor tudom, hogy hány blokk mélyen vagyunk, akkor nem kell szávolgatod, de jó, mondjuk aztán nem tart sokáig kiszávolgatni. Hát miket ad ez itt, gyerekek? Mindent is. Homokot. Ja, homokot ad. Jó van, oké, no problémo. Oké. Okay. Remélem, hogy eljutunk azért a szikláig is. Igaz, hogy kicsit lassabban fog menni a móka. De az is kell... el is értünk a szikláig. Akkor itt már? Ezzel? Nem ezzel, ezzel. Ja, hát jó lett volna valami fémszerszabb. Ez meddig tart ez kijutni ezek a gyerekek? Ha megőszülünk.
Vajszor... Mi ez a hang? Ut... Félelmetes ez a hely. Az egy bajom van vele egyébként, hogy félelmetes. Nézzük, ez hány blokk mélység lehet. A rossz sebb tudja mi. Hát még... Még lejjebb kéne mennünk. Váltogatnom kellene itt a dolgokat. Ilyen terminátor, meg alien, meg videohang egyszerre játszik. Jó, ezt jó lenne megcsinálni egyébként most. Az lehet, hogy csak egy blokk volt, egy ilyen kő. Jó lenne, még könnyebben haladnánk. Ha, nem fogunk. Hú, bazza, nem fogunk. Akkor itt már be kell keményíteni. Sajnos csak 4-es szintű ilyen szart tudok craftolni, úgyhogy ezzel együtt kell élnem bele. Meg ugye nincsen rakva nagyon a blokk damage-emre semmi. Viszont úgy látom, hogy a kávé az teljesen fölösleges volt, itt nem fogom elhasználni nagyon, mert nem kell. Közben ugye cobblestone-t majd ezerrel fogunk craftolni. Az mi ott? Az valami szén? Jó lenne valami különböző érceket így útközben kiszedni, és akkor lenne egy plusz belőle. Nem tudom, hogy hány blokk mélységben nem érzékelnek egyébként a zombik. Azért az nem lenne egy utolsó szempont, hogyha nem érdekelnének. Na mit, mi az, ami plusz? Jó, ezeket így külön rakom, hogy akkor látom, hogy mi az alapanyagom. Van itt minden is, gyerekek. Szén! A szén ér az úgy látom, hogy 600-as. Tök jó, látod? Milyen jó van lámpám. Akkor nem kell kivilágítani. Egyébként ennyi erővel használhattam volna már ezelőtti gameplaybe is, ugye meg az építkezésekkor. De hát... Mindenre nem jut, minden nem jut eszébe Keepernek, mert hülye. Fia, egyelőre nem is kell itt ezt megcsinálnom lépcsősre, meg semmi erre, hanem csak ez ennyi. Szóval olyan halálpora egyébként ez a biom. Bajom. Halálpora. Lehet, hogy lett volna valami block damage növelő cucc. Nincsen olyan, hogy fú, meg kellett volna nézni, nincsen olyan, hogy közelharci block damage vagy bármit növelő drogom. Az lehet, hogy hasznos lett volna. Meg neki kéne állnom egyébként cobblestone csinálni. Az jó lenne. Várjál már. És ugye így. Alakul, figyeld, már van 600, már lesz 1000. Gyerekek, szerintem ezt kiásom, ezt az alagutat, akkor meg is leszünk körülbelül, hogy nagyjából fel tudom upgrade-elni egy részét természetesen még csak, de az is jobb, mint a semmi. Hát itt még nem fogom bevárni, az biztos a zombikat, de azért próbálkozik a keeper, hát valamikor fejleszteni, hogy magát nem fogja megépíteni, az érted. Úgyhogy hiába is. Átmentünk valamilyen éren? És itt meg még idő van. Tök mindegy, nem érdekel egyébként, hogy milyen talaj. Abszolút pont nem, pont leszarom. Gyerekek, milyen mély, nem tudom milyen mélyen vagyunk, basszus. Egyébként egész jó haladunk. Hát egy ilyen 10 blokk mélységet akarok megoldani. Gyerekek, annyi alapanyagunk lesz. Ez a jó benne, meg ugye árkot is körbe ki fogom ásni a izé körül. A... piramis körül egyébként, hogyha gondoljátok, nyugodtan passzoljátok ezt a részt, vagy nem tudom, mert egyébként nem tudom, mi lesz benne még sajnos. Úgyhogy ez miatt azért nem tudok annyira könnyen nyilatkozni erről. Itt izé mérni kellene ilyen blokkokkal, ugye ez egy blokk, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blokk mélységben vagyunk. Jó. Oké, gyerekek. Egyszerűen minimum egy 10. Minimum a 10. Mert ugye legalább 5 blokk mély lesz az árok. És akkor... Már megint izébe átmentünk, bazze! Na, mi az? Milyen tárnái? Mi volt a gyűrűk urában? Nória? Nória? Vagy Mória bányáiba, mi? Megint azt tolja a keeper itt, ez erre. Jó, rengeteg cobblestone-om lesz, mindenből is lesz, föl tudom upgrade-elni. Figyeljetek, a 21. napi, a harmadik zombit, hordát, azt már biztos, hogy itt túl fogjuk tudni élni.
Mert én, bocs, hogy tényleg nem a questelés megy, de én ezt nagyon élem, ezt a bázis építést, hogy ki tudsz építeni magadnak egy olyan bázist, ahol el tudsz lenni, és eléggé para ott a tetőn. Sokkal jobb lenne, hogy esetleg akkor tudjuk venni azokat a dolgokat is, amit tudunk csinálni éjszaka, tudod, mert igazából ott ilyenkor azért nem is veszem, mert annyit csinálok, hogy gubbasztok a tábortűz mellett, és várom, hogy kiégjenek, vagy megsüljenek a dolgok. Annak meg úgy igazából nem egy nagy szórakoztatási értéke lenne, de hogyha ugye ezt azért így túllendülnénk, hogy lenne egy védett bázisom, akkor jó, mert ott igazából tudok mindent csinálni, mit tudom én, építkezni tovább, vagy belsejét itt csinálgatni, vagy akármi, akkor már ugye lenne content éjszaka is, meg nekem is sokkal jobb lenne, hogy nem kell végig off-callnom, mert de igazából nem is tudom off-callni végig, mivel hogyha azt csinálnám, akkor meg ha följön egy zombi, akkor meg nyakon ver érte, szóval akkor itt ez eléggé így kellemetlen. Para. Nem tudom, hogy mennyire, milyen mélyre érzékelnek ezek a kis buznyákok. Jó, gyerekek. Akkor miért akartam ezt lejavítani? Szuper! Jó, hogy ez teljesen jó lesz az bejáratnak. Milyen messze vagyunk egyébként? Azért haladunk, figyelj. Nem lesz ez annyira hosszú. Csinálom, szerintem ebben a részben végig tudom csapni lazán, meg a létrázást, mindent, és akkor onnantól nem kell külső bejárat az épületnek. Tehát be tudom tömni azokat a lyukakat. Meg igazából elkezdhetem upgrade-elni is, mert ugye rengeteg fát tudok itt szedni, rengeteg cobblestone tudok csinálni, és ebből kifolyólag valószínűleg, hogy fel tudom húzni az épületemet. Fel tudom upgrade-elni, na. Hát nem tudom, hogy milyen mélyen vagyunk. Tényleg egy ilyen 15 blokk mélyen lennénk, akkor egy 5 blokk lenne az árok. Az úgy jó lenne, nem? Egy 5 blokk lenne az árok, és akkor 10 blokk mélyen menne el az árok alatt még az alagút. Akkor nem kéne félnem attól, hogy oda be akarnak ásni. A 10 blokk mélységig csak nem ásnak el, nem? Meg kéne számolnom. Bocs, ez, de megszámolom, hogy hány blokk mélyen vagyunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blokk, hát akkor még. Még egy kicsit, gyerekek, még egy kicsit lejjebb kell mennünk. Valahogy így. Nem nagyon látom, hogy... Nem nagyon látom, hogy alapulnak a dolgok. Jó ez, gyerekek, jó lesz. Egyébként később lehet egy ilyen betrót is csinálni, mint összerakni egy autót lenne, egy olyan széleset csinálni, és akkor... Sőt, nem, ilyen komolyabb, mert arra gondoltam most, hogy csinálnék egy ilyen strádát, ami lebegy, és akkor bemegy a piramis alá. De attól félnék, hogy azon be tudnak sok zombi üzönleni. Vagy a követnek, vagy valamit beszédlögnek. Elcsöndesedett a zene. Konkrétan eltűnt a zene. Nem elhalkult, nulla zene lett. Na, cobblestone. Mondani, megint 2.19. Ó, több ezer darab lesz. Elvileg ugye, azt hiszem, hogy 10 kell egy izéhez, egy blokk felupgrade-eléséhez. Akkor már fel tudok upgrade-elni 100 blokkot. Amire végzek, arra szerintem ilyen sok száz blokknyit fel tudok upgrade-elni. És igazából ugye még elég a külsőket. Az a lényeg, hogy a külsők legyenek meg. Mondjuk lehet, hogy az oszlopokat azokat nem ártana mi. Tartó elemeket lehet, hogy azt nem ártana. Baza, ilyen mélyen csak elég, nem? Éhesek vagyunk. Figyelj, megeszem ezt a csodálatos jó kaját. Szóval mindenféle buffot is fogok kapni. Az a jó lenne, hogyha tényleg olyan buffot kapnék, hogy többet tudnék sebezni blokkra. Ne, hát ott rohadjam meg. Várjál már? Ezt... 27 másodperc. Ó, na mindegy, ezeket addig felszedem.
A föld alatti objektek azok látszanak, azok nem látszanak. Jó, nem baj. Egyszerű mondjuk, meg tudom jelölni magamnak. Várjál. A nyílt közepén vagyunk egyébként. Mindig. Miért nincs zene? Rohadtul idegesítő, hogy nincs zene. Akkor körülbelül itt vagyunk, gyerekek. Mélységügyileg. Akkor igazából, ha 45 fokba vész le, akkor ilyen mélyen is vagyunk. Kb. Ez nem tűnik túl mélynek egyébként. Még azért mélyebbre menjünk le, gyerekek. Még mélyebbre. Ja, még mélyebbre lemegyünk. Mert ugye 45 fokba megyek, akkor kb. Ugyanolyan távos... Jó, ez. Ugyanolyan távolságra is vagyok, mint amilyen mélyen. Az árok miatt aggódok, amúgy elég lenne a mélység, csak ugye egy ilyen 5 méter, vagy 5 blokk mélységnyi árok, az még az, akkor nehogy az legyen tényleg, hogy fogják magukat, az bepogyognak az árokba, azt nekiállják básni magukat az alagutamba, mert akkor igazából már nem tudok vele mit csinálni. Most akkor megint ássatok egy, még egy alagutat, akkor betonozzam be ezt a régit. Sokkal több munka lenne, mint hogyha esetleg 3 blokkal mélyebbre ássok még. Jó vagyunk? Jó vagyunk. Na, cobblestone. Mehet a cobblestone. Oda nézzetek, már. A faszod! Nem akartam ilyet csinálni a rohadt életbe! Hülye voltam, mi van? Ezt miért nem tudja csinálni? Mert nincsen izé. Jaj, gyerekek, elbasztam valamennyit, de nem sokat. Jó, van még 1100. Jaj, még jó, hogy észrevettem. Nem akarok olyan blokkot, az a legnagyobb hülyeség olyat csinálni, sokkal jobb felupgrade-elni. Akkor jó, hogyha pontosan tudod, miért akarsz csinálni, milyen objektumot. Mert akkor ugye nem kell fával felupgrade-elned előtte, de nekünk az nem jó. Nagyon nem jó. Na és akkor az lesz, hogy 2 blokk magasságba végig fogunk ásni. Úgyhogy nem lesz egy nagy bonyolult dolog. Igen, a izé, ugye a clay soil-t, azt kell majd szereznem. Az amikor körbe fogom ásni a bunkert, vagy azt a piramisot. El kéne nevezni, mert az a baj, hogy izé, nem tudom, hogy nevezem el. Tök jó lenne valami izé, valami nagy feliratot rá. Húzni vagy valami csodát, vagy egy táblára. Valami. Piramidióta. Piramidióta otthona, vagy valamit ki kell találni, ezt a csinálni feliratot. Nem figyeljetek. Jó, még egy blokk mélység, és akkor onnan elengedjük, jó? Onnan már megyünk tovább. És akkor a mélység megvan, végig kell ástunk, ez a jó, mert így azért közeledtünk is hozzá, ennyit. De ugye most sokkal gyorsabban fogunk haladni, mert így fogjuk ezt megtenni teljesen merőlegesen a piramisra. Oké, várjál, ez itt ki kell ütnöm. Zombikot kéne ide lehozni, azt kibontanák, mi? Hát kövem az lesz dögivel. Amire végigérünk. Clay-en meg lesz megint dögivel szerintem. Figyeljetek, megcsinálom ezt a... Így, és akkor innen már szerintem el fogunk indulni arra. Jó? Ennyi, nehogy már ne legyen elég, mert akkor megőrülök. Csak nehogy áramszünet legyen, vagy bármi. Úgy utálom az olyan játékokat, amiben nem lehet menteni. Közben jön valami áramszünet, vagy valami, és akkor cseszheted az egészet. Mármint tudom egyébként, hogy nem veszik el. Mármint ugyanolyan nem folytatod, csak a videón vesztel. Itt ugye, hogyha rossz, nem vesz hangod, vagy akármi van, akkor a nagy szívás. Nem szeretem az ilyen játékokat. Ahol nincsenek slotok, vagy nem tudom, nem tudod visszatölteni. My Summer Car is egy ilyen hasonló őrület. Legalább egy gyors mentés lenne. Vagy ilyenkor nem tudom, mit tudnék azzal csinálni, hogy a videóm ne vesszene. Ja, ugye, hogyha lenne mentés, akkor újra tudnám menni a részt egészébe is esetleg. Most az nem lenne nagy gond, csak ugye nincs mentés. Jó, haladunk végig. Szerintem itt már egyébként nem érzékelnek a zombik ilyen mélyen.
Hát tényleg úgy emlékeztem, hogy volt bazd itt Z-tenge is. Nem csak ez, hanem Z-tenge is volt. És most meg nincs. Az igen. Még mindig van alapkő, biztos van alapkő. Addig ugye le lehet ásni. Még valamelyik részbe leástunk, még valami 8 pontba akármennyibe. Azért mondjuk lehet, hogy ha alapkőig leásol, azért az eltartana egy darabig akármilyen hordának, és lehet, hogy nem tudna le addig leásni, nem? Az is egy tök megoldás lenne, hogy csinálnál egy ilyen távoli bejáratú és föld alatti bázist az alapkőn. És az nem tudom hány száz blokk mélység lenne, és azért bazza addig, amíg leásnak ezen az 500 az durability-n. Azért elég jó lenne. Ezért kapunk ki csomó XP-t, mert ugye megcsináljuk ezeket az achievement-eket. Hogy mit tudom, gyűjtsél ennyi követ, meg ezt csináld, meg azt csináld, meg amúgy is XP-t is kapunk ugye azért, mert itt bányászkodunk, azért is jár az XP. Meg kell javítani. Szuper. Mennyi van? 1200 kövünk. És a cobblestone-hoz mennyi kell? Aha, egy kő, egy izé. Ó, hát akkor lesz itt bőven. Hol tartunk? Hát körülbelül egy ötöd éjjel. Most ugye gyorsulni fog, úgyhogy mondjuk inkább azt, hogy egy negyedénél. Hát azért fog gyorsulni, mert ugye merőlegesen. Mert ilyen viszintesen ásunk. Jó, hát ez lehet, hogy nem túl izgalmas. Nyugodtan lépjetek át rajta, aztán találkozunk majd a másik végén. Hát nem akartam gameplayen kívül felvenni, mert igazából akármi is történhet, tudod. Aztán akkor ezért így. Jó, hát ezt jó megcsináltam, hallod-e? Jó, egyenes falak, minden, nincsen félreütve semmi. Azért már ebben rutinok vagyunk. Hát ástam annyit, basszus, mindig beásott bázisom volt. Most kivételesen nem az lesz. De általában az szokott lenni mindig nekem beásott bázisok. A betonhoz ugye azt meg úgy kell kiégetni, ha jól tudom. A cementet. Úgyhogy a legközelebbi meg az lesz ugye, hogy betonnal fel kell húzni ezt a bázist. Hát a 21. napot azt mindenképpen itt már túl fogjuk élni, abban 100% biztos, hogy kiszunk egy kávét, mert azt néztem, hogy rengeteg vizet is ad. 24, 24 water-t ad. Hidratációt. Meg... Mi az? Ez nem gyorsult be, bazd. Vagy csak úgy éreztem, mint hogyha gyorsabban ütött volna. De ilyenről szó sincs. Hát ja, ugye, hogyha például block damage-re pakoltam volna, meg ilyen bányász képességekre, akkor ez gyorsabb lenne, de hát igazából időd erre van, viszont hogyha a zombi jön és akkor fejbe kell ütni, arra meg lehet, hogy nincsen időd, hogy ha szarul tudsz ütni, meg rossz vagy abban. És még mindig nem haltunk meg, gyerekek, remélem büszkék vagytok rám. Remélem, hogy büszke mindenki rám. Én magamra nagyon büszke vagyok, mert azt reméltem, hogy instant fogunk halni az első részbe. Ó, super, super gyerekek, super. Még mindig él az a bug, hogy ugye, hogyha túl nagy objektumot ásol ki a földből, tehát egy ami ilyen hatalmas, mondjuk egy 100x100-as blokkot így kiásol, vagy mondjuk 50x50-eset, akkor az lebegni fog. Régebben volt, azt tudjátok, hogy egy körbeástál, és gyakorlatilag kiást alatta is, akkor nem esett le, hanem az, mint hogy ilyen külön ilyen antigravitációs hely lett volna, egy lebegett. Egyszer csináltunk olyat még a 8 pont valamennyibe, hogy nem szakadt le. Hogy ha ilyen nagyon masszív, tényleg ilyen hatalmas nagy, hát blokkot ásol ki a földbe, úgy értem blokkot, hogy ilyen nem egy blokknyit, hanem ilyen sokszor sok blokknyit. Az még így áll, mert akkor igazából azzal is tudsz csinálni egy ilyen vagy támadhatatlan bázist, hogy így kiásod, aztán akkor lebeg a föld felett. Meg egyébként máshogy lehet létrehozni lebegő bázist, ugye, hogy nem érnek el. Különböző ilyen trükkökkel. 1800 kövünk van már, Jézus Isten, több ezer, már 300 blokknyit le fogunk tudni javítani.
Csak ugye fa is kellene hozzá, mert össze fával kell, meg ugye időbe telik. Meg ugye nincsen fém kalapácsom, hanem csak ez a szar, úgyhogy ezzel nem is tudom, négyet kell ütni. Kalapáccsal, meg csak fém kalapáccsal ugye kettőt az upgrade-eléshez, a szögbelövővel meg talán egyet. Valahogy így volt régen. Ugye gyorsabban tudsz upgrade-elni. Jó, már még csak 10 óra van. Jó, hogy 90 percre állítottam. Azért csináltam ezt, mert figyeljetek, úgyis ezt akarom csinálni. Most, hogyha rohangálni kell haza, meg ott ülni a tetőn, azzal se vagyok előbbre. Maximum tényleg ezt átpörgetitek, ezeket az alsós részeket. Vagy pedig berakod a háttérbe. Aztán rohangatod közben, meg nem tudom. Eszed az ebédet. Én mindig videózás, annyira rászoktam arra basszus, hogy mindig videót nézek kaja közben. Ti nem így vagytok vele? Hogy egyszerűen, bazze? Sőt, mindig azt szoktam csinálni, hogy kaja, és akkor keresek valamit. Mindig az van, bazze. Mindig. És ez egy kicsit azért aggasztó, lehet, hogy nem így kellene lennie, nem? De megjettem, bazze, rendesen befostam. Na várja, közben, amíg ezt javítjuk, ezt nézzük már meg. Igen, szemen kell kő meg szend. Úgyhogy jó, hogy a szendet is, az a szendet is nem kéne eldobálnom. Szendet meg mindig kidobálom, pedig a betonhoz meg szend is kell. Hamok is. Na gyerekek! And... Még azért van! Még azért van! De szerintem simán meg lesz a mai nap, ez tök jól meg lesz. 1000... Mennyit tud eltárolni egy helyre? 6000-et, ugye? És akkor be tudod így izélni. Be tudod így... Hogy nevezik? Ilyen bundle-be rakni. Viszont ez aztán nyugis, öcsém, mert ide aztán a zombik nem hollanak le, mi? Tök brutális, hogy itt alsunk benne. Innen indultunk. Tök jó. Jó ez, haladunk gyerekek, haladunk. Meg muszáj megcsinálni, az az igazság. Az alagút nem ássa ki magát, nem? Mit tudunk tenni? Hogyha nem ásom ki, akkor nem lesz alagút. Hogyha nem építek bázist, akkor nem lesz bázis. Úgyhogy ez egy ilyen játék. Sorry, de ez egy ilyen játék. Tényleg akarok egy olyan, ilyen mindenvívő bázist csinálni, ami mindent is kibír, akármilyen zombi ordát is kibír, esetleg ha kell javítani rajta, akkor javítunk, úgyis rengeteg alapanyagunk lesz egy idő után, meg sokkal gyorsabban tudunk szerezni. Zombi ordát bírja ki, és mindenféle ilyen trükközés nélkül, hogy mit tudom, ilyen lebegőbázis, meg ilyenek. Minden ilyen nélkül, minden ilyet kiszűrünk, csak erővel neki menve, valamennyi persze meg észre, csak úgy nem észre, hogy ugye nem használunk trükköket. Hanem tényleg base, legyen egy base, egy olyan base, amelyik ilyen nagyon komoly. És akkor ott lesz kinn a izém, ott lesz kinn gyerekek, a biciklit is ott fogom kiadni, össze fogunk dobni oda egy izét, egy, minek hívják ott, egy garást, és akkor ott lesz a bringa is kiragva. Várjál már, iszok még egy kávét. Az a kávé, ez jó dolog, mindig elfelejtem, hogy vannak ilyen csuda jó dolgok a játékban, én meg nem foglalkozok vele. Mármint hogy a kávéval, nem örülök neki, hanem aj, már megint egy dolog, ami az inventory helyet foglalja, aztán meg mekkora királyság, apám. Jó. Okay. Jó, csináljuk, ne nézegelődjünk, mert abból nem lesz semmi. Ja, meg kellene ízét is lerakni, ugye? Ilyen követ, minek nevezik? Claim stone. Ami ugye... hogy ne spawnoljon el a zombi, meg föl tudjak venni tárgyakat, meg ilyesmit. Nem tudom, ilyen végtelen mennyiségű klémet tudunk lerakni. Na az érdekes, hogy akkor ezt így a félvárost így le tudod izélni, blokkolni, hogy abból hányat tudunk rakni, azt nem tudom. Egyébként amikor megnézem a mapot vagy valami, akkor miért nem tudunk ütni? Kár. Tudnánk nézelődni, meg tudnék számolgatni, meg gondolkozni, vagy valami. De aztán így nyomni kell folyamatosan ezt. Hát ja, ezzel vagyunk, bazd meg. 2700. 3000. Hát egy olyan... Szerintem közel 10.000 darab kül lesz. És akkor ugye abból 1000 darab... 1000 darab izét tudunk blokkot fel upgrade-elni majd.
1000 darabot, azzal meg is tudjuk csinálni az izét. Egyébként, ha ráfüggenék, szerintem még itt is már túl tudnék élni a 14. nap a gyerekek, hogyha mind a két napot arra fordítanám, hogy ezt csináljam. És most már nagyon gondolkozok rajt, hogy ezt ne csináljam meg, hogy ne fejezzem be. Figyeljetek, holnap este 10-ig van időm. Holnap este 10-ig van időm. És én, van egy olyan érzésem, hogy én ezt meg tudnám csinálni. És az meg olyan tök jó lenne, hogy van egy határidő. Figyeljetek, holnap este 10-ig lenne időm befejezni. Én nagyon-nagyon gondolkozok rajta, hogy ezt megpróbáljam-e meglépni. Holnap este 10. Ugye akkor jönnek a zombik. Addig kéne befejezni. Ura jó lenne, ura jó lenne. Meg igazából minél hamarabb végzek vele, annál inkább, annál hamarabb be tudok költözni, meg normálisan tudok életvitelt folytatni. Nem fönt a tetőn. Ja, hangosan gondolkozok egyébként folyamatosan, és így beleláttok a fejembe, hogy mind gondolkozik a keeper. De megmondom őszintén, hogy szerintem van rá esély, hogy ezt meg tudnám csinálni zombi ordáig. A legnehezebb dolog ez. Ez az alagút. Mert ugye az árkot, azt nem is muszáj megcsinálnom, viszont érdemes megcsinálni, mert akkor onnan megvan a... Mi az? Clay. De viszont azt ásóval tudod, és nagyon gyorsan. Ugye annak nem 500-as a durability, hanem csak 200-as. Úgyhogy ezt tök gyorsan tudod ásni. Úgyhogy azt simán körbe tudnám csapni hamar. Ezzel kéne minél hamarabb végezni. És akkor meg is tudnánk lenni. Kajám az van, piám az van. Jenny-nél tudnánk venni esetleg. Úgyhogy... Figyeljetek, egyre jobban hajlok fele. Attól függ, hogy ezt mennyire fogunk kiérni ma. Ezzel. Ah, ja, addig töltődik a ide. Nehogy már megint éhes vagy. Már lassan feléni vagyunk gyerekek, ami nagyon jó lenne. Az a baj, nem hoztam ilyenkor jobban éhezünk, vagy milyen fasz van gyerekek, komolyan mondom. Jobban éhezik, amikor itt üti a falat. Mert hát rohadt gyorsan éhezünk. Nincs kocok. Van egy olyan érzésem, hogy ezt be tudnám fejezni. Ugye az upgrade-el is az iszonyat gyorsan megy, hogyha már megvan a cobblestone. Viszont a cobblestone... Az ugye kell a clay soil. Viszont a clay soil, azt tényleg onnan tudom. Úgyhogy az árkot ki kell ásni. Most az meg most egy zombi jönne mögöttem, én összefostam magam. Milyen sötét van. A clay, ja, ízét az árkot, azt gyorsan ki kell ásni, még úgy ahogy, csak az a lényeg, hogy minél több clay tudjunk szerezni. Ezzel ma szerintem tudnék végezni, hát 11. Figyeljetek, az a baj, hogy éjszaka azért nem nagyon kéne ütni a köveket. Ó, meg én szomjas vagy. Még jó, hogy van kávé, meg minden is. De viszont éhezni fogunk nem sokára. Tényleg olyan érzésem van, mintha gyorsabban ütni akkor, amikor van kávét iszok, de szerintem ez csak egy ilyen hülye érzés. Ez olyan, mint a... Hogy nevezik? Amikor olyan gyógyszert adnak neked, hogy nem hat, de mégis elhiszed. Nem jut eszembe a szó. P betűs, nem? P betűs. Szoktatok úgy lenni, nem jut eszedbe a szó, aztán tiszta idegek vagy, hogy oké miatt azt még aludni se tudsz. Mi az a szó? Valami pa vagy pe? Várja, mi az? Valamilyen hatásnak is nevezik, bazza, mire? Milyen hatásnak nevezik, amikor hatástalan gyógyszert kapsz, de végig is hat. Ha úgy érzed, hogy hat. Na most ezzel elgondolkodok. Placebo! Placebo hatás! Juhúj! Biztos mondtátok, hogy bár jó, jussor eszembe, csak ne gondolkozzak rajta, hogy itt figyeljetek, hát simán fél út, innen. Simán fél út. Új, haladunk. Jó van gyerekek. Haladjunk. Meg se hallok. Mi volt ez? És nem mássuk túl mélyre azt a...
lárkot, inkább szélesre. Az a lényeg, hogy olyan mélyre kéne ásni, hogy elessenek a zombik, ha leesnek. Tehát szerintem az egy ilyen 1, 2, 4, 5 blokk magasságban talán már esnek. És jó széles legyen, hogy minél több csapdát bele tudjak rakni. Zé van, bazen. Eldrop már megint. Jó, nem megyünk, mert csak időt vesztünk vele. Eldrop volt, gyerekek, eldrop volt. Merre tőlem, hova esett? Oda esett, bazen. Hol van az eldrop? Kettő eldropot egyébként elhagytam már, ez volt a második, mi? Na jó, ott rohagyjon meg, megmondom őszintén. Elkezdjük az eldrop nélkül is. Jó, biztos lehet, hogy valami jó dolgok lett volna benne, de nagyon sokszor meg szar. És ez... Nekem fontosabb, hogy most a bázis épüljön. Egyébként levettem volna ugye a block durability-t addig, amíg ásom ezeket a dolgokat. Lehetett volna egy trükközni. Hát ez van simán a fele, figyel, innen indultunk. Jó. Ássa a keeper, ássa a csodálatos alagutat. Ássa a keeper, ássa a csodálatos alagutat. Jó lesz, gyerekek, jó lesz. Na meg jó, hogy a kövem az van biztos végtelen mennyiség, úgy tudok javítani. Már a 4000 darabban. Ja, szerintem egy olyan 10000 körüli kő. Rá számíthatok. Meg ha egy 10000 clay-t is össze tudok kapni, akkor tudok csinálni 10000 darab. Ugye egyet ad, egy izé. És akkor ebből egy lesz, ja. És akkor 10000 darab, és akkor 1000 darab blokkot fel tudnénk upgrade-elni. Az meg bőven a külső borítása meg lenne, meg esetleg az oszlop sor a bázisunknak. És akkor az esélyes, hogy akkor túléljen belül. Valaki írta, hogy alapot is csinálhattam volna, aki egyébként be tudod pakolni a később is, az nem gáz. Kiásol egy blokkot, azt berakod oda a követ, úgyhogy lehet, tudsz csinálni. Meg azt is tudod csinálni, hogy én nekem ugye a belső szintem az tök mindegy, hogy milyen most, hogyha én rárakok arra még egy belül egy sort, a földre, az ugyanaz. Mert úgyse fogom érzékelni, hogy kívül mennyivel, érted? Mert úgyis lemegy a föld alá. És nekem lehet az, hogy még egy sort lerakok. Kész, nem történik semmi. Úgyhogy még egy sor blokkot belőle simán. Simán meg tudom csinálni. Annyi, hogy akkor belső szint emelkedik, de ugye én mivel nem látok ki, nem számít, meg akkora belmagasságom van, mint az állat. Szóval ez egyáltalán nem releváns dolog, hogy most az még nincs leragva. Jaj, ez out of stamina van. Minden így van, itt már tudom neki, mint az őrület, azt elfárad a karakter. De már gyerekek, a kezem leszakad volna, öcsém. Van egy szomszédom, azt szokta mondani a csajának, hogy mikor arról beszél, hogy hát, nekem nem volt sok barátom, azt szokta mondani, hogy ha én nekem azt a mennyiségű faszt, ami benned járt, át kellene dobálnom a háztetőn, akkor a karom leszakadna. ez lehet, hogy nem volt annyira családbarát. De hát ez a történethez kellett az, hogy kimondjam azt a szót, mert úgy volt igazán... Igazán autentikus a történet, mert itt szokta mondani. És azt a saját barátnőjének szokta mondani. Igen. És most meg éhes. Ez mi a pöcsöm, a gyerekek? Hát a világ kajáját már megeszi, hallod ez a karakter. Végén még az nagyon jó lesz, el kell mennem egyet izé Burger Kingbe, vaze, itt az ásás közben, hogy egyen. Hát az biztos, hogy itt töke leszakad ennek a karakternek. Szerintem ilyenkor lehet, hogy jobban éhezik. De nem szokott az ennyit enni. Ha izét akartam megnézni távolságot, jó van, már túl vagyunk szerintem felén is, jaj. Nagyon jó, fú. Még van 9 órán, vissza 8, hogy dássam magam. Viszont lesz annyi alapanyag, gyerekek, hogy a szív leszakad, öcsém. Jó, hát azt kellene csinálni, ma ha beásnék, holnap kiásnám úgy nagyjából az árkot, nem muszáj nagyon jóra, nem kell kifalaznom se, meg semmi. Leszarom, hogy van csapda, majd nincs. Szerintem annyi lőszerem ma, hogy bőven túlélem a egy hordát. Hogyha kész a bázis. Tovább arra fogunk törekedni, minél több homok, minél több cobblestone, kell fa is ugye.
Az is kell, vagy 10 000 darab. Igen, tudom. És akkor én holnap szívem szerint a bázisba élném túl már a zombi hordát. Aztán ha nem sikerül, akkor nem sikerül. Akkor izé lesz, gyerekek. Akkor ez van. Akkor azt mondja a keeper, hogy féleltünk. Igazatok volt. Mondjuk 1000-es blokkok ám. Nem egy olyan erős. Ezt simán kiverik, hogyha akarják. A második horda szerintem azért már azért nem olyan nagyon egyszerű. Gyerekek, 4600 darab köben van már bazza. És ez egyébként ebben gondolkoztam, hogy az alagút, meg a zárok, az fedezi a cobblestone-ra való upgrade-elést. Jaja, ki van ám itt ezt találva, gyerekek, ki van ám itt. Egyébként a piramisra rakhatnék meg egy, hogyha van olyan, hogy 45 fokos lap, akkor egy külső borítást is. Pluszba. Később, mint például a nagy piramisra, ugye mi volt azok a nem is tudom, márványborítás volt rajta, mészkőből épült ugye, mészkőből épült a piramis, és ugye raktak rá egy ilyen plusz borítást, ami hiányzik róla, bár lehet, hogy ez is mészkő volt, csak ugye ez ilyen síkba volt rakva, és már csak ugye például a gízai nagy piramisnak csak a tetején van, ugye fél gíza abból épült fel. Ilyen keeper, az ki van tanulva az egyiptomi dolgokból, mint az állat. Majdnem leszkreppelt a hülye gyerek. Na! Oké gyerekek! Hát már jó lenne oda járnánk. Egyébként tudnék egy ilyet csinálni, hogy ide jelölök egy quick waypointot, és akkor tudom, hogy hány méterre vagyunk, és ugye egy blokk az 1 méter. Tehát akkor még 40 blokk. Ó, ez azért nem olyan egyszerű. Van még 40 blokk. És akkor így látom, egy kicsit túljelöltem, tudom, láttam. Úgyhogy annyit nem kell lásnunk, mint amennyit jelöltem. Azaz, azaz. Már csak 39. Ja, annyit nem kell ásni. Egyébként az kellene, az lenne jó, hogyha leásnék ott, ugye? Csak nem tudom, hogy hány blokk mélységbe. Ó, itt ez nem lesz egyszerű, bazze. Jó, majd megoldjuk valahogy. Out of stamina. Igyel még egy kávét, bazza, vendégem vagy. Jó, mert az ásás az nem fogja ennyire zabálni a staminát, az nem is ette ennyire. Oké. Okay. Te éles istenem. Egyébként mindig ilyen grandiózus vállalkozásokba kezdek már a 13. napon, amikor még a karakter annyira nincs felfejlődve, hogy csak kizével szopni lehet vele konkrétan. Ja, pontosan meg kéne jelölni azt a pontot, ahol le kell majd ásnom, de ilyen halál pontosan, rá kell zoomolni a térképre, és akkor addig kellene ásni, és akkor fölülről meg leásnánk, és akkor beesnénk ide. Az lenne ugye a tökéletes metódus ennek az egésznek. Úgyhogy mindjárt azt meg fogom csinálni, bár még annyira nem gond. Ja, nem tudom jobban, hogy a rossz se vegyem meg. Ezt nem tudom törölni? Hogy tudom törölni ezt a idejét? Quick waypoint. Bár elrakom más messzebb. Bazze, ennek a közepét megjelölni, testvéreim. Hát nem tudom. Kábi, ezt nem tudom kikapcsolni innen. Ezt. Bázis közepe, ezt nem tudom törölni, vagy valami. Delete, vagy valami csoda. Nincsen. Ó, de bánom. Jó, hát kb. Ott a bázis közepe. Jó, hát 38 méter. Üsse, csapjad! Verjed ki azt a kavicsot. Ó, bazze. Hallod? Messzebb nem tudtam volna izét rakni. Lejáratot. De egyébként jó, hogy a messze van, mert ugye akkor nincs az, hogy letalálnak ott. Ha nagyon közel van, akkor van olyan intelligensek ezek a kis köcsögök, hogy akkor ott jönnének végig, de hogyha messze van, akkor inkább azt csinálják, hogy jobbnak ítélik azt, hogy végigjönnek, és mellette, és akkor betámadnak inkább. Legalábbis remélem nem az lesz, hogy a zombi ordakon majd így 200 zombi özönlik be ezen a folyosón, mert akkor az lehet, hogy megsínylem. Bár ugye acélt meg vasat vettem, úgyhogy tudok upgrade-elni azzal is majd ajtókat. Ezt azért vettem.
Gyerekek, az lenne a fullos, hogyha ezt megcsinálni a célból ezt az egész piramidot, ugye? Megcsinálni az ember felupgrade-elni a külsejét full acélra, gyerekek, azt gyertek, öcsém. Régen egyébként volt polírozott acél, de szerintem az már nincsen. Az már nincs, de ugye az 10.000-es az acél, ha jól emlékszem. És viszont ugye tudod duplán rakni, hogyha két lapot használsz, hogy 20.000 blokknyi azért az nem olyan rossz. Azzal már ugye el lehet dödörögni. Az a gyerekek, ez öcsém. A hülye gyerek, bazza. Menjön annyi. Ó, ma alig várom, hogy odaérjünk. Mondom, ti is. Oda kéne érni még ma. Fú, te, egy augerrel mit nem adnánk mi? Az se lenne egyszerű. Azon is gondolkozok, hogy ezt a részt ne mit csinálják, ne töltsem fel. Mert azért ez tényleg elég monoton. Tudom, elhiszem, hogy ezt lehet, hogy nem is nagyon nézitek, sőt, biztos nincs itt senki most ebben a pillanatban. Hogyha esetleg vagy, akkor írj egy pontot csak a helyben, komment szekcióban, rohadtul kíváncsi vagyok, hogy tényleg van-e olyan, aki itt kitart velem. Oda nébe az-e, hallod, ez azért nem rövid ez a táv. Viszont rohadt biztonságos. Te Isten, íjjaj gyerekek, hát komolyan mondom, mi ne engedjetek, legközelebb az, hogy beszéljetek le. Mindig aztán adjátok alá a lovatám, hogy jó, keeper csinált csak, jó lesz az a bázis. Ez mi a faszom? Mi a tökövet találtuk, gyerekek? Itt találtuk, mi van itt? Várja, ígyuk már egy üccsit. Megjavítsuk meg megint, mert megint tönkre ment ez. Egyébként baza, ezt tudtam volna ilyet csinálni. Most jövök rá. Tudtam volna ilyet csinálni. Baza, azt kellett volna, gyerekek. Figyelj! Az a jó ötlet, hallod? Hogy ezt a maradékot éjjel kiásom. Hát itt én tök védve vagyok. És akkor azt viszont tényleg azt csinálom, hogy akkor átugrom. Majd nem tudom. Gyere, indítsam. Videóba. Figyelj, maradékot kiássuk éjjel. Most inkább akkor csinálj. Ó, te fiú, bazd meg, mit csinál? Na, itt figyelni kölcsön a dolgokra, mert szétkapod a bázis, pikpak, ma még nincs fullos, készen. Amikor be akarod zárni az ajtót csak. Nos, kacok. Ja, eljutottunk addig, hogy 34 méterre volt ugye már. Vagy 38, valami ilyesmi. Tehát figyeld. Idáig itt vagyunk valahol beásva. Ami az tök jó, szerintem. Igen. Viszont az a... Fú, ez a zene meg ez az egész, hogy mindig itt parázok. Ja, ott akkor leássuk, nézzük meg, hogy az körülbelül jó jelölte meg a keeper. Hát kb. Ugye? Kb. Jó jelöltem meg. Szuper. Igen, akkor várjatok, egy kis ásás legyen, mivel kellene nekem clay soil. Ja, 250-es. Oké, és akkor így. Ezt végig kéne ásni körbe. A szegény szerencsétlen gyerekek, akik itt nézitek. Szegény szerencsétlenek. Ezt végig ássuk. Figyelj, először kiásom a nagyjából, hogy mekkora lesz. És akkor utána nekiállok majd mélyíteni. Először legyen meg az, hogy a körvonalai. Oké? Ezt akkor fogjuk látni. És ugye amit mondtam, hogy ez le fog menni 5 blokk mélységre. Úgy, frankon. Azért is nem akarom ám kikapcsolni egyébként a blokk durability-t, meg ilyesmit, hogy akkor meg azt mondjátok, hogy jaj, hát a keeper, hát az nagyon-nagyon tré volt, hogy ha mit csinálsz, hát izért csaltál. Hát kikapcsoltad a blokk durability-t, úgy már nem is annyira nagy szám, hogy elérted azt, amit elérte el. Inkább szeretek megküzdeni a dolgokért, mint hogy könnyítsem a helyzetemet, mert akkor egy a saját sikerélményem is, hogy mondjam, ilyen teljesebb, meg még ráadásul
nem is kell azt éreznem, vagy hogy nem ismerik el a munkámat. Nem is az, ez nem kell, hogy elismerjék, hanem inkább, hogy nem. Nem meghazudtolják, hanem nem tudják ledegradálni. Értitek? Vagy nem tudjátok, mire gondolok? És itt tök az a baj, hogy a valóságban is így vagyok ezzel, és emiatt inkább hülye vagyok, megszakadok, mint hogy a könnyebb utat válasszam egy csomó mindenben. Tehát ne a trükkös utat, ne az, hogy csalással, hazugsággal jussak előbbre, hanem inkább szopok. Mert az úgy teljesebb élmény, meg akkor mégis jobb. Attól félek, hogy így kiásom. Azért azt kellene csinálnom, gyerekek. Ja, az lesz, hogy visszafogunk, elmegyünk az a kajáért, megsültek a kaják, és akkor éjszaka. Figyeljetek, akkor azt nem kell végignéznetek, jó? Semmiképp, azt már éjszaka, akkor én megoldom. Megoldom én kicsibe. Mert az legyen, hogy itt elparaszkodtok, hogy annyit kell dolgozni, hát már a szemetek kiesik. Majd a képer dolgozik. Ja, igen. Körbeásom, meg körbeásom a külsőt is. A külső részt. És akkor így látom, hogy kb. Mekkora lesz az egész. Talán nem fogjuk elérni nagyon a kőzetet, és akkor végig clay lesz a jutalmunk. Clay soil. És akkor lesz a jégablasztal. Hogy megőrültök. Gyerekek, itt fogom tölteni a 11. napot. Ez lesz a cél. Jó legyen egy ilyen cél. Ha nem sikerül, akkor nem sikerül. Csak akkor nagy szarba leszek, mert akkor az utolsó pillanatban fogok itt állni. És várni a hordát egy félig kész bázissal egy olyan helyen, ahol nem leszek védve. Kockázat. Mindjárt érdekesebb az egész sztori. Izébe szoktam egyébként, én ugye tank voltam Éjomba, egész jó is, meg kell, hogy mondjam. Hát ilyen EU 20. környéken szokott lenni a különböző rátáim, EU összes, tehát nem Magyarország, nem mit tudom én, nem, hanem EU szerver összes templárja között, tehát tankja között. Az ilyen különböző statjaim, azok ugye a 20. környékét azt szoktam hozni. Szóval előttem voltak 20-an, mögöttem meg körülbelül mit tudom, sok ezren. De nem ezt akartam mondani, hanem mindig ilyen ordinári durván szoktam tankolni. Egyébként van fönn azt hiszem ilyenos videóm, ahol ilyen tutoriál. Most raktam föl körülbelül másfél éve. Padmaraszka tankolás. És akkor azt csináltam, ugye ott úgy volt, hogy ilyen raidekre mentünk, tudjátok, 6 ember, healer, DPS-ek, akkor meg templár. Templár a tank karakter, ugye. És ilyen tök, nagyon ilyen brutálul szoktam csinálni a dolgokat, mindig ilyen jó sok mobot húztam, de mindig úgy, hogy azért nem haltunk meg. És akkor mindig szoktak panaszkodni, hú, hát ez egy kicsit necces volt, meg egy kicsit necces volt, ez, meg egy kicsit lehet, hogy sok volt, meg nem-e volt ez durva, és akkor azt szoktam mondani rájuk mindig, hogy more chaos, more fun. Az tök jó. Sokkal inkább érdekesebb, hogyha van egy kis káosz, meg egy kis izgalom, mint hogyha minden ilyen... Mert ugye ezeket a raideket, azokat a instákat, azokat a dungeonokat le tudtuk volna úgy is tolni, hogy ilyen nagyon 100%-ra, hogy nagyon óvatosan mindig úgy menjen, hogy minden mob úgy legyen húzva, hogy teljesen precízen. De akkor meg ugye mindig nagyon könnyű lett volna őket megölni, a bosszokat nagyon könnyű lett volna megölni, és ezért inkább mindig úgy szoktam, hogy azért legyen egy kis izgalom benne. Azért ki szoktam számolni, hogy mindig ne legyen gond, meg a healerek azok, ugye a gyógyítók azok mindig szoktak nyekeregni, hogy olyan, hát majdnem meghaltál, mert túl sok mobot húztál, csak ugye azt nem tudták, hogy azért én mindig akkor mertem húzni rengeteg mobot, meg akkor mertem úgy húzni bosszt, hogy veszélyes legyen, amikor azért be voltak készítve nekem is olyan skilljeim, ami nem tudom, volt például a Éjobban a templárnak olyan, hogy 100% HP tudod visszatölteni egy szek alatt, mármint instant, nem volt neki cast time-ja annak a skillnek. Na hát az be volt készítve, akkor ugye azért szoktam hülyeségeket csinálni, és amikor már ilyen nagyon low HP-m volt, akkor szoktam azt eltolni, aztán akkor a healer meg már közben nyilván látta, hogy én meg fogok halni,
És akkor, de megértem, ennek olyan hangja van a csin. És a healer akkor már biztos volt benne, hogy meg fogok halni, meg hát ugye ő nem tudta, hogy az a Hand of Healing skillem az ott van, meg hát annak volt egy ilyen egy órás CD-je, vagy fél órás CD-je, pontosan, cooldown-ja. Tehát akkor azért nem nagyon voltak boldogok, meg ők nem tudták, hogy az nekem megvan az a skill, tehát úgy tudom használni, tehát nincsen CD-m. És emiatt, ja, összeszokták magunkat szarni, én meg amikor már nagyon low HP volt, akkor azt eltoltam, és akkor így, úristen, ez mitől nem halt meg, tudod, érzés volt nekik, de egész végig full stresszbe voltak. Úgyhogy aranyos volt. Főleg általában ilyen statik healereim szoktak lenni, olyanokkal szoktam járni, akikkel így évekig, ezt nem akartam odaütni, évekig ugye együtt játszottam. Ők azért már kezdték úgy kezelni, de amikor ilyen random pug vagy pug healert szoktam kapni, szokta fogni a fejét, hogy úristen, mi történik. Egyébként sokan elítélik az MMORPG-ket, én nagyon szerettem, meg szeretem is őket. Egy probléma vele, igen, az életedet elveszi. Azért nem volt többek között másfél évig videó, mert azzal játszottam. Ugye egy MMORPG-be, hogyha jó akarsz lenni, akkor nem tudod azt megcsinálni, hogy hogy mit tudom én. Te bele olsz fél órát naponta, hanem akkor ott kell lenned 4 órán keresztül. Szervezni kell a raideket, tényleg ott nem csak a játékon belül kell ott lenned, hanem akkor ott vagy a Discordon, ott vagy beszélsz velük azokkal az emberekkel, akikkel szoktál járni, főleg, hogyha egy nehezebb dungeon-t kell kipucolnatok, napi szinten toljátok egy priméddel, akkor nem tudod azt csinálni, hogy azt nem csinálod, nem tudod azt csinálni, hogy átcsereszed őket. Volt olyan, hogy Pestről azért siettem haza, mert este 8-kor ment a Padmoraszka priméd, úgyhogy nem tudsz ott az... Mondhatni basszus, egy MMORPG-t, ha úgy tolsz, hogy ilyen HC-ba, tehát ilyen min-maxos karaktert akarsz, akkor nem csak a játékba kell ott lenned, mindig, hanem konkrétan így az egész életedet rárakod, úgyhogy az nem, ez ebből szempontból nagyon rossz, viszont a nagyon jó dolog az meg a community része. Az, hogy akkor tényleg úgy építesz ki kapcsolatokat a játékon belül, hogy ott hülyének hangzik, de ott tényleg barátságok születnek. Ott hónapokig, évekig tudsz eljátszani ugyanazokkal az emberekkel, megismered a bujait, vagy bajaikat. És tényleg, az egy nagyon nagy élmény tud lenni. A gyerekek azért nem irány, ezt kiásom arra, izé leszek. Ha megfajdul arra derek a csávónak, mi? Jó, hát ez nem annyira fontos, egyébként az árok az nem a legfontosabb dolog itt a bázissal kapcsolatban, ugye? Nem ez lesz a legfontosabb. De nézzétek meg, mennyi cobblestone? De nézzétek, bazze, brutális. Már megvan 1800, ami azt jelenti, hogy 180 blokknyit már fel tudunk upgrade-elni. Viszont már rohadt éjesek vagyok, bazze, éjjel fogok veszni, komolyan ez előfordulhat, hogy lesz olyanom. Hülye vagyok én nagyon, el kell mennem a Jerryhez lehet. Baze, éhen tud veszni a karakter? Vagy mi lesz? Elkezdek... Ideni? Új, gyerekek. Ajaj, hát ez hülye voltam, baze. Ennyire elbeszélgettük az időt itt az MMORPG-kről? Hol van a bicikli? Gyorsan, baze. Jerryhez kéne mennünk gyorsan. Menjél már szájfő arra a biciklire, baze, vagy így gyerek halunk. Testvérem, azért így halok meg, azért az kemény lesz, nem? Hol a pecsemben van az Jenny? Jenny! Hol vagyok, bazze? Hol a Jenny? Kurva életbe! Hogy ez... Jó, menjünk haza már akkor, itt vagyunk! Rohadt életbe, gyerekek, remélem, hogy elkezd éhezni, vagy valamit csinálni először, vagy... Úrra hülye volt a meccsem! Hát, öcsém, gyerekek, itt majdnem megdöglött a Keeper. Mi? Az ő faszaled volna. Ezt meg kéne zárni. Azt a betyár hétszegységét, várja. Kaja? Nincs is más kajám.
Hát ez nem jó dolog egyébként. Ja. Baker! Hát te hülye gyerek. El kéne menni Jennyhez is. Aztán ott megvásárolni mindent is. Mennyi pénzem van? 4700, jó, van pénzem. Egyébként egyre jobban adnak a questek is. Jó, hogy belekeveredtem. Ez a hülye Jenny... Az a baj, annyi ikon van már itt nálam. Hol a tökönben van Jenny? Mindig elfelejtem, hogy merre van. Állj meg! Azt se tudod, merre van, aztán mész, mint a veszesbe ezzel. Hol a faszba van? Ott van. De jó, majdnem megdöglöttem. Jó, még éjjel sok karakteren tudom, de most már azért elmegyünk a Jennyhez. Este 6 van, ja, akkor azt csináljuk, hogy ásni fogok, jó? És az éjszaka megcsinálom én, akkor ne azt legyen, hogy itten tényleg már annyit végignézitek. Mert én a Jenny Bennytől veszünk mindent is megveszünk, meg együnk közben. Egyébként szerintem simán többet izél, simán többet zabál, amikor dolgozik. De nem gondoltam volna. Már innen is igazából, hallod? Miért nem veszek meg mindent is? Ezeket nem, mert ezek ilyen barteringet növel, loot bónusz növel, armor crit, natural crit, ezek üzeik, ezek buffok, ugye? És ez, itt meg piák vannak. Ó, ezt a 3 kávét megvegyük. Miért ne? Legyen is minden. Vegyük meg a sört is. Meg itt meg, ha lesz kávé, vagy kaja, akkor azt is megveszem. Nem mutogassál, töröm az ujjadat, adjál kaját. Asszony. Van animal fat nála, tessék. 1600 ér. Megyünk egy 10 darabot, aztán csinálunk majd ide egy fákját, jó? Oké, okay. Mert elég kevés egyébként az állat most ebbe a játékba így. Ja, ma azért lett itt kaja, jó van. Hát majdnem fűbe haraptunk itt, nagy lazába tolom. Vecekli, azt mehetünk vissza. Valami zombi hörge-horgi van. Itt elvileg ki tudok menni. Csak ügyesen kell a biciklivel közlekedni. Oh yeah, gyerekek. Fuck yeah. Jó, már lassan majdnem körbeérte pedig. Jó, bicikli marad itt. Oké, kéne még kajálni, meg kéne ezeket enni. Amik így elfoglalnak egy pusztlotot. Hát ezek egyébként nem olyan túl sok foodot termelnek. Remélem éjszaka nem fogunk éhalni. Van 7 kukoricám, ja, azt is kivettem, jó. Oké, na srácok, akkor... Hási-bási? Úristen, még egyszer se értem körbe, hallod, én nem tudom mit gondolok. Nem? Cobblestone, craft. Ezt meg akarom javítani. Halljátok, itt ki kell vágnom a fél erdőt még. A hülye gyerek, mi? A hülye gyerek. Ja, éjszaka én megcsinálom, gyerekek. 10 órakor oda megyünk le egyből, leköltözünk. Ezt az van. Keeper az ott le, kiássa itt ezt. Szerintem ott nem vesznek észre a zombik, meg igazából most egy-egy észrevesz, le van szarba. Simán meg tudom én azt oldani, hogy azt fejbe verem. Egy irányból tud jönni, lerakhatok akár blokkot is. Azzal nem foglak itten fárasztani benneteket, jó? Úgyhogy az ki lesz szállásra a következő részben. Következő részben már itt upgrade-elni fogunk, oké? Okay? Következő részben az meg már ide lesz, zombi nap, úgyhogy jújjújjújjújj. Hát bazza, nem biztos, hogy ezt túl fogom én ilyen ezt itt. Vettem kávét, azt lehet, hogy be kéne nyomni. Vagy lehet, hogy tele kéne zabálnom magam inkább. Lehet, hogy az többet használna, nem? Hát a fasz tudja már. Miért most a staminám miért csökken ilyen rohadt gyorsan? Megunta az ásás, vagy mi van már? Van egy csomó ilyen blokkok, azt lehet, hogy azt fogom csinálni. Hogy azokat is beszkrepelem. Van ott, látod, lenne az a fa blokkok. Ugye először fával is végig kell menni rajta. Úristen gyerekek, mekkora építkezést csinált ide a Keeper, meg van boladulva. Remélem nem kezdenek el bálásni alá. Az megint jó lesz.
Mi a, nem vagy fáradba, öcsém? Vagy valami legyen. Ígyunk egy sört, már mindent is megiszok, bazzet, csak hogy már valami legyen ma. Mert jó, hogy nem jönnek zombik. Mondjuk ezt biztos elképzeltem most. Négy másodpercig még. Jó van, csapjad neki. Ugye már gyerekek, megitta a bába körülbelül egy 8 kávét szerintetek. Szerintem a karakter az már izé szívról behújt volna. Hát amire ezt kiásom, arra nem megy a nap. De tényleg ez nem olyan fontos. Csak ugye most azért fontos, akkor már itt érdemes ásni. Ez mi volt ez? Itt érdemes ásni, mert akkor ugye ezt úgyis ki fogjuk ásni. Minek ássak máshol, érted? Úgyhogy a clay a legfontosabb. Ezt meg folyamatosan craftoljuk ezzel a gyerekek. Már van 2000 valamennyi, 2500, 250 blokknyi. Hú, ez az jó hosszú részlet. Meg viszont elég produktív próbálok lenni. Igaz, hogy majdnem sikerült kinyírnunk magunkat, azon kívül egész jól megy. Ja, innen fog indulni ugye ez a lárok, látjátok, körbe. És körülbelül ki fog jönni ám egy ilyen eddig. És itt le fog menni egy olyan 5 blokk mélységre, és akkor úgy föl fog menni. Úgyhogy ez ilyen tervek vannak. Hát lehet, hogy azt kéne, hogy egyébként rá fogok pakolni. Hogyha ez kész az a bázis, és ugye föl van húzva egy-két olyan nagyon jó dolog, ami nálam fontos volt. Például hogy tudjak ütni nagyot azzal a valami, és rá fogok pakolni arra, hogy ilyen block durability tudjak itt növelni. Mert ez így nagyon-nagyon gyenge. Ezt ugye tényleg ilyen maxosan együttésre kiütt egy ilyen blokkot. Vagy nem block durability-t, hanem block damage-t tudják növelni. Úgyhogy a skill pontokat arra fogom megkölteni, esküszöm srácok. Lehet, hogy az lesz, hogy kész az a bázis úgy, ahogy túléljük a 14. napot, és akkor csinálunk egy csomó questet, és akkor abnak az XP-jéből fölhúzzuk a block damage-ünket, és akkor ki tudjuk ásni ezt az egészet. Mert ez így nagyon nyögvelenyelős, ezt én nem fogom kiásni így. Az biztos. Legyen meg a bejárat, legyen annyi clay-ünk, hogy legyen annyi elég cobblestone-unk ahhoz, hogy ugye fel tudjam húzni ezt az egész kódszerelányt. Ezt így csinálom mindig ezerrel. Ezerrel. Már 3000 darab. Ez nagyon jó, gyerekek. Ugye 30x30-os az épület. 30x30-as? Ugye 30x30-as körülbelül. Akkor hát mondhatni, igen, akkor pontosan ki lehet számolni a külső borítás, az mennyi kell. Mert ugye egy blokk, egy blokk, egy blokk, egy blokk. Konkrétan 30x30. Az mennyi? 30x30, srácok. Az 1500, ugye? 10x30 az 300. A faszod. 30x30 az ide? Az 1500, ugye? Jó, sejtem. Annyi át, 1500. Tehát akkor 1500-nyi blokkból az egészet fel tudod a külső borítást újítani. Hát azért mondjuk az nem kevés. De ugye azt beszéltük, hogy ja, körülbelül jó lesz. Jó lesz ez. Jó lesz ez, gyerekek, mert amire mások arra meg lesz körülbelül 10.000 darab kő. Meg ugye itt is ki kell annyit szedni, hogy legyen 10.000 darabnyi clay, és abból... Mik ezek a hangok? Hogy a rossz sem nem ette meg ezt a játékot. Akkora para. Ki fogom kapcsolni ezt az ambientet, komolyan, én mindig itt fosok ettől. $19.55, figyeljetek, jó, oké. Megoldjuk ezt a dolgot. Igen, hát akkor 15.000 kell ebből is. Hát ez olyan jó, de nem olyan kevés az. Eddig van 2.000, 3.000. 15.000 darab kell cobblestone-ba, hogyha fúra akarod az egész piramist. Külső borítást. Remélem, hogy jól számolom. Mindjárt kipróbálom, hogy mennyi fám van. Nincs fám, de van fám. Arra vagyok kíváncsi, hogy felupgrade-elni. Mennyit von le? De én nem látok rá, várjatok pillanat, olyan kell raknom a kamerámat, hát pont ott van. 8.
8, akkor jó, az jó, akkor az kevesebb. Jaj, de jó. Azt hittem, hogy... Akkor 8 kell csak. Akkor az jóval kevesebb, az már hogy barátibb. Szuper. Ja, fát is ki kell vágnom majd egy csomót. De úgyis itt ki akarom tarolni ezt az egészet, hogy minél tovább lássak el. Valaki mondta, hogy oké, hogy olyan látok messze, de ugye nagyon gyorsan ide fognak érni. Hát ugye ezért fogom azt csinálni, hogy az árok, ezért fogom azt csinálni, hogy lehet, hogy még egy külső árok, telecsapdával, később ugye lesznek a shotgun csapdák, a gépfegyver csapdák, a pörgőpengék, meg minden. Úgyhogy amire elérnek hozzám, akkor lehet, hogy úgy le tudom afkolni a... Arra vagyok kíváncsi, tényleg egy olyan bázist kellene csinálni, hogy le tudod afkolni benne az izét, a hordát. Az lenne a legoptimálisabb. Szerintem az a best. Hogy gyakorlatilag így bármit ott benne elcraftolgatsz, közben meg igazából le van szarva, hogy van horda, mert elintézik a csapdák, meg elintézi az egész rendszer, amit fősz létrehoztál. Jó, azért gyűlik itt gyerekek. Már lassan a 4000 meg lesz. Gyűlik. Simán meg lesz, gyerekek. Én azt mondom nektek, hogy ez a holnapra, holnapi hordát én ezt itt fogom tölteni. Holnapi hordát, jó? Ezt próbáljuk meg. Ha nagyon nem fog összejönni, akkor meg fölmenekülünk a tartály tetejére. Azt valahogy megpróbálunk ott túlélni, jó? Leütjük a létrákat, vagy valamit csinálunk, aztán akkor így megpróbálunk vele mókolódni. Néha még fű is beesik. Közben meg léptünk egy szintet, ám elmondom nektek, srácok. Ami nagyon szuper. Jó, hát ez itt... Oké, hogy kiszedem a clayt, viszont nem fogok itt izélni. Nem fogok, srácok. Nem fogok addig ásni, ameddig nem fogom feltolni ezt a block damage-emet. Hogy gyorsan tudjak ásni, mert ez egy halál. Te ezt a... Bazen, meddig tartanak ki ásnom nekem ezt? Valaki jöhetne segíteni, hallod ásni. Nincs kedve valakinek csatlakozni egy részre elejéig, hogy kiássuk ezt a szart. Komolyan mondom, ezt nem viccből mondom. Norvég, nem jössz be? Nincs kedved bejönni egyet, segíteni. Persze, hiszen az érdembeli dologokhoz nem várok senkit, de ásatni azt ásítanám, vagy ásatnám az emberekkel, mi? Tényleg, Norvég, nincs kedved? Lehet, hogy nem is látod ezt. Éppen, majd rádírok. Egyébként nincs messze szerintem az airdrop, vagy igen? Hogy a faszba? Ó, de hogy nincsen messze. Annyira nincs messze, de egyébként jó messze van. Azok eltűnnek egyébként? Mármint, hogyha eltűnik a jel, akkor eltűnik az airdrop is. Vagy majd később össze tudom szedni annyira, akkor már érdemes lenne megjelölgetni, ugye? Hát csak azért kérdezem emiatt. Mindjárt kíváncsi vagyok, elkezdek egy kicsit upgrade-elgetni. Összeér ez a kettő, azt upgrade-elünk egyet, mert de már tényleg kíváncsi vagyok. Már annyit baze ások én itt meg minden. Oda nézzetek mennyi mi. 3500? 3500 már. 3500 gyerekek, mindjárt meg lesz a 4000. És ugye nem tudom mennyit számoltam. 15 000-et? De ugye nem kell annyi. Úgyhogy simán lesz az még jobb is. Baza gyerekek, már megint nem fogom túlélni, hallod az éjszakát. Baza. Hát mindig éhes az a karakter, amióta dolgozunk. Én erre nem is számítottam, hogy ez így működik. Hogy a rossz se vegye meg. Hát most honnan vegyek kaját? Nincs semmi kaja már. Se Jenny-nél, se sehol. Nem is tudom, hogy honnan fogok szedni. De remélem, hogy az automatákban holnap reggel lesz kaja, vagy nem tudom. Mert akkor basszhatom, vagy cseszhetem az egészet, akkor neki kell állnom küldetésezni, vagy nem tudom, mit csinálok, gyerekek. Figyeljetek, lehet, hogy nem upgrade-elek, hanem lehet, hogy megyek azért az airdroppért. Aztán akkor talán, mit tudom én, bomben kaja. Máshol nem is tudok kaját venni most, azon gondolkozok. Ez összeér, azt elmegyük az airdroppért. Talán még belefér, de ilyenkor kell ám bazza, izé, e fáradnak töki, göcsém. Már menjen le ez a kettő kupóc.
Ássalmába az, figyelj, ilyenkor kell elfáradnia. Oda nézzé. Megint az a hülye zene. Ezt úgy utálom, ezt az Alienből vették, tuti, valami Covenantből. Ilyen buf. Buf. Fú, ez nagyon durva. Én nekem ettől nagyon feláll a hátamon a szőr, ez ilyen izé. Nálam ezt nagyon kiveri a biztosítékot, ez az ambient. Nehogy beess oda. Jó, menjünk el az erdőbe. Hát, ha mázlink lesz, gyerekek, hát, ha mázlink lesz. Kajak el, basszus. Ekkora hülyét. Hogy eszik ez ennyit? Nehogy összefussok valami bármivel. Ó, 21-27, arról se benye meg. Szerint, hogy nem volt jó ötlet. De jó lenne, hogyha lenne egy rohadt minimap és látnád, hogy mennyire van közel. Jó. Még visszaérünk talán. Bazzi, még 400 méter, menj az anyádba. Itt van valami ház. Nem is tudom mi ez, gyár? Ó, Sanyi! Kávét kell volna inni, leszállunk, iszunk kávét. Azt a begy! Nem lesz jó! 20 per... Bazza, itt van mind a kettő. Ne! Ó, te, 40 van. Itt van mind a kettő airdrop. Iszunk egy kávét, azt megyünk vissza, mint az őrültek, hallod? Kit érdekel, túléljük, megoldjuk. Nem is nézem meg. Kávé. Ízé, már az a biciklivel. Nem á! 45. Rábasztunk, gyerekek. 46. Gyorsan. Egyben nyolc, nagyon rábasztunk. És minden módben csak olyan nem egyébként, szerintem. Hú, a csőbb 700 méter! Jóó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 
fal, nagyon messze van, 5-3. Az a baj, találkozol egy zombival, lever innen, mint a vaka porrad, bazze. És az a baj, lőni meg nem lőhetek, úgyhogy izé... Bunyózni kell, mindenképp bunyózni kell, gyerekek. Úgyhogy arra készüljünk, hogy itt a berekedés lesz nagyon. Jó, innen futnak a zombik, tessék. Vége van, bazze. Éjjel biciklizzé, hülye gyerek! Nem volt egész nap időd ide jönni? Várjál, inkább lassan tekerek, hogy tudjak sprintelni, ha nagy a szar. Meg azt nézem, nincs a zombi. Nincs gond, hogyha nincs zombi. Ott egy zombi bal, jobbra, egy katona. Ott volt egy katona zombi. Figyelek, mint az állat, bocsi. Hol van egy rohadt zombi? Finoman eltekerünk, jó az. Az lehet észrevett. Hallottam egy nyekergést. Egy madár. Azt meg kell nézni, hogy mik voltak a cuccok, aztán utána is búcsúzom, és akkor innen én folytatom majd, jó gyerekek? Kurva élet, ott egy zombi.
Jó, innen szerintem meg vagyunk, gyerekek. Lemegyek teljesen legmélyre. Ó, azt hittem meghalunk. Mondom, itt most végünk van, jó. Na nézzük, van egy shotgun bundle. Shotgun alkatrészek, ez mi? Animarra, ez volt benne, ez mi? Jó ez! Szeretik a puják! Ez mi? Szerintem megkaptuk, ez jó. Szerintem tudunk izét csinálni, nem? Workstation, crafting skill. Ez mi? Harvesting. Ez mi a fasz? Növénytermesztés, az ilyen akármi. Igen, kávét tudok csinálni, magokat. Jó, hát kaja az egy nukura volt, ennyi kajám van összesen, úgyhogy ja. Jó, gyerekek, nem is húzzam az időt. Azt akarom megnézni még, hogy a fém hammert azt meg tudom-e csinálni, ezt a... Aha, meg tudom csinálni, basze. Ezt szerintem unlockoltuk? Mondjátok, hogy unlockoltuk. Unlockoltuk szerintem, ezt unlockoltuk. Az lehet, hogy jó, de milyen, hány szintűt tudok csinálni? Egyeset? Mondjuk ez az egyes szintű, ez lehet, hogy rosszabb, mint az én nekem a izém. Ladder for... lehet, mint az én... Hammeröm. Jó, oké, gyerekek, elbúcsúzom, mert csak megy az idő, és 11 óra van. Akkor az lesz, hogy én itt szépen ki fogom ásni. És a következő részben várlak benneteket. Viszont kell szereznünk kaját, úgyhogy lehet, hogy a 14. napon, hogyha nem tudok elég kaját szerezni, úgyhogy egész napra, akkor azt kell csinálnom, hogy mindenképpen sajnos a másik bázison kell töltenünk az éjszakát. Viszont várjál már, annyi, hogy... Cobblestone, nézzük, csináljuk meg a maradékot, hogy akkor képbe legyünk, ide leszórta, aha, izé lesz, akkor 4000 már van. Az azért az nem rossz, srácok. És a kövem, hol a kűj? Abból még van 3000, úgyhogy egy, egy 7000-ig föl tudok, mert ezt kiásom, akkor szerintem bőven meg lesz 10000. Jó van, valami lesz, srácok. Ez mi? Itt ilyen ütőt tudok csinálni. Armor crafting skill. Meg rifle crafting skill, jó. Oké, gyerekek, jó ez, annyira nem rossz. Annyira nem rossz, srácok. Ebből elvileg tudok csinálni ilyen izét, nem? Aha, ilyet. Ugye, hogy több slotot tudjak vinni, azért nem érdemes nagyon rakni másra. Jó, el is búcsúzom, srácok, nagyon szépen köszi a figyelmet. Kösz, ha kitartottatok. Jók legyetek. Ha gondoljátok, egy részig valaki jönne, főleg Norvégra gondolok esetleg, vagy Balázs, jó, nem tudom, hogy segíteni kiásni azt az alagutat, vagy azt a lárkot. Na, sziasztok, jók legyetek!